Néha azt mondják, hogy nem keményebben, hanem okosabban kell dolgozni. Na most a mai videóban szereplő emberek ezt valószínűleg sosem hallották, ők ugyanis távolabb már nem is lehetnének az okos jelzőtől. Ma a legviccesebb és legidiótább munkásokat hoztam a számotokra, úgyhogy dőljetek hátra és jó szórakozást kívánok! Na, hát ez is egy megoldás végül is. Egyszerű műveletnek indult, majdnem kórház lett belőle. Ilyet utoljára a Tom és Jerryben láttam szerintem. Itt mégis mi lehet a háttértörténet? Meg akarta nézni a falat a másik oldalról is. Ezt a videót már mutattam nektek korábban, de annyira az egyik kedvencem, hogy muszáj vagyok ide is beletenni. Gondolj csak bele, hány ártatlan utas életét veszélyeztette az ember, mert nem akart kerülni a busszal. Szerencsére végül nem tragédiával végződött a vakmerő vállalás, de azért természetesen senkinek nem javaslom, hogy ezt utána próbálja. So I'm walking along and this poor gentleman has had himself a day. Oh my god. Na jó, ezt muszáj voltam beletenni, ez már a következő szint. Munkások szüneten. Honnan ismered fel a profizmust? Majdnem elsodorja a hullám, de az esernyőt semmi pénzért nem engedné el. Hű, na ezért kell profikra bízni a favágást, és nem tutoriál videók alapján próbálkozni. Na én is pont ilyen elszánt akarok lenni az életben, leszámítva ezt a fájdalmas tolatgatást, mikor félúton kiderült, hogy nem, valóban nem fér át alatta. Hú, nem vagyok autószerelő, de ez így szakszerű. Nagyon ki van számolva, nagyon-nagyon ki van számolva, és mit is vártunk. Na ez bizony nem lett befékezve. Szegény autók, amikbe belegurul. A munkavédelmi törvények ezen a klippen egyszerűen nem léteznek. De hogy került oda egy állat amúgy? Vagy ő is az építkezésen dolgozik valamilyen módon? Ez lehetne akár egy bűvész trükk is. Volt üveg, nincs üveg. Csiribú csiribá. Na szerintem ez lehetett az a baki, ami után az egész építést vezető cég csődbe ment. Mennyi takarítás, mennyi kár, hú gyerekek, hát nem irigykedek. Non si soffia, figlio!
Vigyázz, el fogsz csúszni. Vigyázz, le gurul a kocsi. Á, ennek az embernek már azt hiszem minden mindegy. Ez így nem tűnt fel senkinek. Annyi helyen borulhatott volna le, de hogy pont a kocsi kellett, hogy bánja, hát mégis mennyi esély volt erre? Valakinek nagyon fontos dolga lehet, mert meg sem áll, el sem gondolkodik, mi lehet körülötte. Bár aztán remélem sikerült kijutnia onnan valahogy, mert látszik, hogy a vége felé már észrevette, hogy mi történt. Hát most na, meg kellett próbálni, hát ha mégis átfér. Elle est bien encastrée dedans là-haut celle-là. Azt hiszem, a hátsó autó észrevétlenül megszökött menet közben. Ez lett volna a mai videós kacok, mindenképp csapatok egy lájkot akkor, hogyha élveztétek, viccesek találtátok és tudtatok rajta akár nevetni is, mert az az igazság mostanában sokkal inkább az edutainment tartalmakra mentem rá, sokkal inkább ismeretterjesztő, oktató jellegű videókat hoztam, viszont nagyon fontos, hogy nem szabad megfeledkezni a nevetésről sem. Úgyhogy mindenképp írjátok meg kommentben, mit gondoltok az ilyen nevetős vicces témákról is, illetve akár írhatok példákat is, hogy miket néznétek még meg tőlem, próbálj meg nem nevetni videók, vagy bármi más, ami csak eszetekbe jut, tudjátok, hogy mindig olvasom a kommenteket, úgyhogy beszélgessünk egy jót ma is. Én most minden esetre megköszönhetek a figyelmet, mindenképp csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt is, hogy látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül már nem sokára érkezik is a következő, egy-két napon belül, addig is még további szép estét, és sziasztok!